Pezsgővel ünnepelt a szerb haladó párt a mai sajtótájékoztató után. Gojko Rádics, a párt szabadkai elnöke elmondta, a köztársasági elnökválasztás eredményeit tekintve nem érte őket meglepetés. A szabadkai helyhatósági választások adatairól viszont még a szerb haladó pártnak sincsenek konkrét adatai. Ami a legvalószínűbb, hogy az első öt helyen a Demokrata párt, a VMS, az SHP, az LDP és a kisebbségi pártok állnak. Mi imamo 77 april, 77 poslanika na republičkom nivou, Demokratska stranka ima 63-4 poslanika, to negde, to se neće uglavnom, može za jednog poslanika gori dol da ide, ali nekih promjena posebnih nema. Savez vojđanskih Mađara, mislim, pošto smo mi odavde iz Suboce, da ima negde 6 poslanika, čini mi se, i to je popravljeno stanje od prošli puta, dosta, tako da i tu, u republičkom nivou, ko bude formirao vlast, manjine će ići uz vlast, isto. Kogod bude skupio kapacitet, manjine će ići sa njim. Ne vjerujem da će 6 poslanika odlučivati na republičkom nivou oko formiranja vlasti. Tomislav Nikolić pártja ma már megkezdi a kormányalakítást, viszont a köztársasági elnökválasztás második fordulójára az újabb kormányidőszakot majd csak holnap kezdik el.